Köszöntöm a rájátszás nézőit! Mai műsorunkban a labdarúgás, a kézilabda és az asztali tenisz világa mellett bepillanthatunk a horgászok világába, valamint úszóink életébe is. Tartsanak velünk ma is! A HSE megyei másodosztályú labdarúgói Kismarján játszottak a múlt héten. Ez volt a második idegenbeli mérkőzése csapatunknak, és az elsőhöz hasonlóan most is két gólos vereséget szenvedtek Mezei Józsefék. A 4-2-re elveszített találkozón még 2-1-re a mieink vezettek a szünetben. A megyei első osztályú HSE sem járt több szerencsével a Hajdúsámson elleni hazai mérkőzésen. A listavezető könyörtelenül kihasználta együttesünk hibáit. A megyei labdarúgó életben az elmúlt 10 évet tekintve mindig is volt valami különleges hangulata a Hajdi-Szoboszló-Püspök-Larány párosításoknak. Osztálytól függetlenül a nagy érdeklődés mindig elkísérte ezt a rangadót. Felfokozott várakozás előzte meg most is a két csapat találkozóját. A tabellán elfoglalt helyezések, a mieink a 11-ek, míg a ladányiak a 12-ek voltak a forduló előtt, most is nagy csatát jósoltak. A találkozó jó irányban zajlott. Megkockáztathatjuk, hogy ez a mérkőzés még egy osztálya feljebb a megyei egyben is megállta volna a helyét. Sok-sok helyzet, de kevés gól jellemezte a találkozót. Az első félidőben csak a helyzetekig jutottak a csapatok, ekkor a védelmek még állták a sarat. A fordulás után sem egyből jöttek a gólok. A vezetést a vendégek szerezték meg a 60. percben. Jellemző csapatunk tartására, hogy nem törtek meg a bekapott gól után, hanem küzdöttek az egyenlítésért. A küzdést végül sikert koronázta. A télen kamáról igazolt Szidor Rihárd a lefújás előtt 10 perccel egyenlített. Az egy ponttal sikerült egy helyet javítani a táblázaton, így a HSE 2 a 10. pozícióval várhatja az eheti Kismarja elleni mérkőzést. A hajdúszoboszlói KSK MB2-es férfi kézilabda csapata 3 mérkőzéses győzelmi széria után Kiskunfélegyházára utazhatott a múlt héten. A második helyen álló félegyháziak megállt parancsoltak Juhász Károly csapatának. A 38-25-ös vereség alkalmával együttesünknek esélyesen volt a pontszerzésre. Nem úgy a junior csapatnak. A fiatalok 30-22-re nyertek, ezzel továbbra is 3 pont előnnyel vezetik a tabellát. A két szoboszlói lánycsapat közül a Hajdúszoboszlói NKS-e szabadnapos volt a megyei női kézilabda bajnokságban. Az amatőr NKS-e viszont hazai pályán fogadta a Püspök-Larány együttesét. Nehezen indult a találkozó. Általában így is szokott lenni a Püspök-Larány ellenében. Pedig a helyezések alapján sima hazai sikernek kellett volna születnie ezen az összecsapáson. Ám a második helyen álló ANK-se pontatlanul kezdett az utolsó előtti ladányiakkal szemben. Rohantak, kapkodtak a lányok, aminek az lett az eredménye, hogy nem tudtak ellépni az ellenfelüktől. Egy időkérés és egy kapuscsere azonban meghozta a kívánt eredményt. A szünetre sikerült kiharcolni egy 4 gólos előnyt. A szünet után 2 percig a mérkőzés elejét láthatták újra a szurkolók. A kapkodó játékon azonban hamar felülemelkedtek a lányok. Ebben a játékrészben már egyértelműen ellenfelük fölé nőttek kéziseink. A végére 10 gólos, 25-15-ös végeredmény alakult ki. Ez már hűen tükrözi a két csapat közötti különbséget. A győzelemmel továbbra is második helyen áll az ANK-se. Ezen a hétvégén vasárnap délután 4-től a szezon egyik legfontosabb mérkőzése elé néznek Szabó Andráék. A listavezető létavértes otthonában próbálkozhatnak az újabb győzelemért. 3 hét szünet után folytatódott az NB3-as asztali teniszbajnokság. A Hajdúszoboszlói Asztali Teniszklub hazai pályán játszott a Teva Debrecen Ese 1 ellen. Azt már a mérkőzés előtt lehetett sejteni, hogy a második helyen álló debreceni gárda ellen mindenre számíthat a Hajdúszoboszlói Asztali Teniszklub, csak éppen könnyű győzelemre nem. De úgy, hogy 3 játékos sem ért rá munkahelyi vagy egyéb elfoglaltsága miatt, még nehezebb helyzetben várhatták a kezdés Kelemen Józsefét. 3 fővel tudtak kiállni a megyei rangadóra, amely előrevetítette a végeredményt. A párosok közül az egyik összecsapást játék nélkül, míg a másikat játékkal, de egyaránt 3-0-ra veszítették el. Az egyéni mérkőzéseken sem ment sokkal jobban. Kelemen József és Takács Zoltán hozott 2-2 győzelmet, míg Boros István mind a 4-szer kikapott. Igaz, ebből 2-szer is csak éppen 3-2-re. Összesítésben így 14-4-re veszített a HAK. A bajnokságból már csak egy mérkőzés van hátra. Az egy hónap múlva esedékes zárófordulót a 6. helyről várhatják pingpongosaink. A horgászok a télen tartott közgyűléseik után terepre vonultak a múlt hétvégén. De egyelőre még nem a potok kerültek elő. A hajdúszoboszlói sporthorgászok szokásos környezetvédelmi napjukat tartották meg.
A Hajdúszoboszlói Sporthorgász Egyesület szombat délelőtt nagy takarítást végzett azoknál a tavaknál, ahol egész évben horgász idejüket töltik. A környezetvédelmi napról Radácsi Gábor, az Egyesület elnöke nyilatkozott kameránknak. Mai napon tartotta a szokásos éves környezetvédelmi és társadalmi munkanapját a Hajdúszoboszlói Sporthorgász Egyesület. Szerencsére nagyon jó idő fogadott bennünket. 40 lelkes sportás jelent meg a mai nap rendezvényünkön. Ilyenkor nem csak a tóparton, hanem annak környezetében is zajlik a rendrakás. A mai napi program a tavainknak a környezetének rendbetétele, fűnyírás, szemétszedés, valamint a horgászbeállók rendbetétele történt meg. De ahhoz, hogy a rendbe rakott és tisztán tartott környezetben a horgászat eredményes is legyen, valami más is kellett még. Telepítés történt szerdán délután két tavunkba, Pontyos és a Métóba, összesen 700 kg horogérett ponty került kihelyezésre, amit a mai napon egy órától ki is foghatnak a sportársak, ma szabadul fel a tó és lehet horgászni rá. A Sporthorgász Egyesület nem csak a már meglévő tagjainak ajánlja a tavait horgászatra. Napi egyel is ki lehet menni pecázni. Minden egyesületi tagunkat és esetleges külső napi egyes horgászokat is szeretettel várunk egész évben egy kellemes nap eltöltésére. Telepítések folyamatosan lesznek, még legalább 4 alkalommal tervezünk telepítést idén. A következő telepítés várhatólag a május 1-i ünnep előtt fog megtörténni, és azon a hétvégén lehet majd ismét horgászni a tavainkon. Ezek után mi mást kívánhatnánk a horgászoknak, mint jó kapást. Az Árpád-eset tehetséges úszója Holoda Péter és edzője Ludmány László sűrű heteken, hónapokon van túl. Tájföld után Nagyváradon jártak, majd legutóbb Belgiumban. Edzőtábor, verseny és újabb verseny. Hogy pontosan merre is járt január óta Holoda Péter, arról Ludmány Lászlót, az Árpád-eset edzőjét, és természetesen a fiatalembert kérdeztük. Az év elején, február elején egy 3 hetes edzőtáborra mentünk a magyar válogatott egy részével, tehát a felnőtt és ifjúsági válogatott egy részével Tájföldre, konkrétan Tanyapurára. Ez a modern, szupermodern edzőközpont tulajdonképpen egy kis lakótelepnek felel meg, de nincs rajta térképen se, úgyhogy hiába kerestük, de megtaláltuk a kollégákkal. Összesen 16-an vettünk részt ezen a táboron, ebbe volt 12 versenyző és 4 edző, ennek tagjai voltunk mi is. Tájföld fantasztikus volt edzés szempontjából, minden adott volt, a körülmények tökéletesek voltak, egy helyen volt az úszoda, a kondipark. Igazából csak az edzésre tudtunk koncentrálni napi 2 edzéssel plusz 1 kondival. Szerintem, illetve remélem, hogy jól sikerült. A tájföldi edzőtáborozáson a legismertebb sportoló Kapás Boglárka, Európa-bajnok úszó volt. Ő volt a zászlós hajunk, hogy így mondhatom. A többiek pedig hát a válogatott második fele volt. A A-válogatott az előttünk volt egy 3 hetes turnuson. Ugye Peti is még ifjúsági válogatott, bár olimpiai kerettag is, de ugye a IFI EB a főversenye, úgyhogy gyakorlatilag az ő korosztálya volt ott ezen a versenyen. Eddig nem volt túl gyakori, hogy az úszóválogatott ilyen messze, illetve ilyen hosszan edzőtáborozzon ebben az időszakban. Az Úszó Szövetség támogatásával juthattak el erre a mindenféleképpen hasznos felkészülésre. A 3 hét maga az így egyértelműen, hogy hosszú, de ha figyelembe veszük, ugyan most még azt sem mondhatjuk, hogy komoly tél volt itt Magyarországon, gyakorlatilag meleg égővi edzőtábor cím alatt ment, meleg is volt, reggel 7-től este 7-ig a 35 fok meleg, de annyira, hogy még a víz is fölmelegedett, a végén aztán külön hideg vízzel tudták ezt kompenzálni. Ugye az, hogy együtt van egy hasonló képességű gárda, tehát mindenképpen az edzés is intenzívebb, jobb, és hát természetesen csak arra kell koncentrálni az edzés munkára, amellett, hogy ugye természetesen könyveket is vittek a gyerekek. Mindenképpen hasznos volt, bár én, mint ugye már lassan nyugdíjas edző, azt mondom, hogy valóban hosszú talán a 3 hét. Kiváló körülmények között tudtunk dolgozni, egy nyugat-német milliárdos csináltatta ezt az edzőközpontot, a legmodernebb technikával felszerelve, 5-6
teniszpálya együtt fedett térbe, de ugyanakkor oldalt nyilván nyitott, tehát hogy a nagy meleget el tudják viselni a nézők, játékosok. Három uszodált rendelkezésünkre, 50 méteres, 25-ös, és ha úgy tetszett, még a szálló részen belül is volt egy 20 méteres medence. Bár sokaknak Tájföld egyet jelenthet a nyaralással, Péter is edzője nem az itthoni fáradalmakat ment kipihenni Dél-Kelet-Ázsiába. Napi kétszer két óra edzés volt, úszóedzés, és minden nap egy óra szárazföldi, sőt egy héten háromszor pedig kimondottan kondicionáló edzés volt, a legmodernebben felszerelt erőgépekkel és egyebekkel. Hazaérkezésük után egy héttel már versenyen mérhették fel, hogy hol is tartanak a felkészülésben. Ahogy hazaértünk rá, egy hétre részt vettünk Nagyváradon, egy gyönyörű szép tízpályás fedett uszodát építettek, és majdnem 600 versenyző állt rajtkőre. Petinek ez volt az első versenye, de ugyanakkor az egész csapatot el tudtuk vinni, és valamennyien a gyerekek kétnapos verseny volt, rajtkőre álltak. Kezdetnek nem volt rossz. Nagyváradok azt egy kifejezetten edzőversenynek szántuk. Ott elindultam, ugye a fő számomban a 100 gyorsan, illetve az 50 pillangon, valamint egy 200 vejest is bevállaltam. Az még annyira nem sikerült jól, de idővel elégedett voltam igazából az év első versenyén. Azóta már azért jobban állok. A versenyzést Belgiumban folytatta Péter, ahol az ifjúsági olimpia szintirejét szerette volna megúszni. Ez a FINA által engedélyezett verseny volt, tehát bármilyen szintet lehetett úszni a különböző világversenyekre. Nekünk a cél, bár tavaly már megúszta is volt is kint a ifjúsági Európa bajnokságon, sőt ugye döntőben volt a váltóval, egyénibe pedig közvetlen a tízes döntőben úszott Peti. Még egyszer meg kell ezt erősíteni ebbe az évben, erre a lehetőség van a év közben, június vége fele lévő ifjúsági országos bajnokságon. Ez is egy olyan lehetőség volt, nagyon megközelítette Peti a teljesítményével a legjobb eredményeit, sőt 100 pillangón még egyéni csúcsot úszott, bár azon lett éppen második, mert ugye felnőtt korosztályba indult, de így is a három arany mellette az mindenképpen fénylik. Belgiumban csak a saját számaimmal indultam el az 50-100 gyors, illetve az 50-100 pillangón. Mindig ezeket a számokat úszom a saját országos bajnokságainkon is. Sikerült megnyernem mind a két gyors úszószámot, valamint az 50 méteres pillangót is. Valamint 100 pillangón ezüstös nyertem, de ott sikerült saját egyéni csúcsot úsztam, illetve 100 gyorson most sikerült megúsztam, úgy tűnik az év eddigi legjobb eredményét Magyarországon, aminek örülök, de még áprilisban szeretnék majd javítani rajta. A sűrű hónapok nem értek véget. A tehetséges versenyző érettségi és továbbtanulás kérdése előtt áll. Olyan malőr is fenyegetett bennünket, hogy pont az utolsó az országos ifjúsági bajnokságra esne a egyik szóbeli, és ezt kérvényeztük, ebbe segítette a kormányhivatal. Úgy néz ki, hogy sikerült elintézni. Nagyon jó tanuló, készül közben a további egyetemi tanulmányaira. Hát úgy néz ki, hogy Amerikába különböző lehetőségek között válogatnak jobbnál jobb ösztöndíjakkal. A tanulás és az úszás tehát jól megfér egymás mellett. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy Péter kitűnő tanuló. Az érettség is sem jelentett nagy akadályt számára. Ez viszonylag könnyen ment eddig. Így az elmúlt 10 évben ezt viszonylag sikeresen tudtam megoldani, eddig kitűnő tanuló voltam. Most ebben az évben már kicsit ugye többet kellett rá készülnöm, de úgy érzem, hogy menni fog most már. Szerintem úgy érzem, hogy ha eddig végigtanulta az ember a 6 évet, amit az gimnáziumban töltöttem, akkor ez menni fog. Edzője is úgy látja, hogy kifejezetten jót fog tenni versenyzője úszókarrierjének, ha külföldön tanul tovább. Nagyon jó adottságú versenyző, ebbe beleértem a pszichétől kezdve egész a vízben végzett munkájáig, minden céltudatosan csinál, ez megmutatkozik a tanulmányi eredményebe és a sportba is. Úgyhogy nagy lehetőség előtt áll, én azt hiszem, hogy ez egy kiváló lehetőség lesz a egyetemi tanulmányok mellett teljes erő és intenzitással sportolni is. Mi ezt úgy terveztük itt Hajdúszoboszlón, amikor elkezdtük a feleségemmel a munkát, hogy ha már valaki érettségig csinálja, akkor már nagyon elégedettek vagyunk. Úgy tűnik, hogy az ő pálya nem fog megszakadni, sőt, én azt hiszem mindenképpen még előrébb fog tudni lépni. Edzője véleményét Péter is osztja. Magyar egyetemi rendszer úgy érzem, hogy annyira nem köthető össze jól az úszással, mint az amerikai, hiszen az amerikai egyetemi bajnokság a világ egyik legszínvonalasabb bajnoksága, hiszen nagyon sokan tanulnak kint, és nagyon sok jó úszó tanul kint az Egyesült Államokban. Úgy érzem, hogy ha sikerülne kimennem, akkor az egy olyan fejlődés biztosíthatna nekem, amit szerintem itthon még egy ideig nem fogok tudni megkapni, főleg mivel ugye sprintúszó vagyok.
A magyaroknál ez annyira nem erős, ők inkább a hosszabb 200 és a feletti számokat szeretik. Én ugye 100 és azt az alatti számot úszom. Szerintem az 50-100-re ez a legtökéletesebb megoldás, amit tudok. A továbbtanulás kellemes gondjai még messzebb vannak. Addig még a medencében szeretne nagyot alkotni. A nyarat teljesen az úszásnak szeretném szentelni. Ugye nyáron lesz most egy ifjúsági Európa-bajnokságunk, valamint egy ifjúsági olimpia, amire a kvalifikációs időt szeretném úszni. Mindkettőre szeretnék kijutni, és minél jobb helyezéseket elérni, és úgy érzem, hogy ha ez sikerülne, akkor az nyaram az boldogan telne. Persze nem csak nyárig vannak tervei az úszás terén. Nagy álma az olimpiai részvétel lenne. Nagyon remélem, hogy sikerül először a 2015-ös kazanyi világbajnokságra kvalifikálnom magam. Utána pedig persze a 16-os riói olimpiára, az egyik álmom lenne. Bízunk benne, hogy a következő olimpián hajdúszoboszlói sikereknek szurkolhatunk. Sportműsorunk vége felé, engedjék meg, hogy két hétvégi eseményt ajánlok figyelmükbe. A múlt héten szabadnapos hajdúszoboszlói NKS-e ezúttal hazai pályán játszik a megyei női kézilabda bajnokságban. A sportházban az utolsó helyen álló Komádi Ese lesz az ellenfelük, szombaton délután 4-kor. Vasárnap a HS-ek 2 mérkőzését lehet megtekinteni a sportutcában. Megyei másodosztályú labdarúgóink is a Komádi Ese gárdájával csapnak össze. Kezdés tehát vasárnap délután 15:30-kor. Sportműsorunk végén megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is!